Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Influenza járvány, látogatási tilalom van a szekszárdi kórházban. Vállalkozói reggeli, a városban működő cégekkel egyeztettek Tolna vezetői. Szélvihar, komoly károkat okozott az extrém időjárás. Kevés a gyermekpszichiáter, a szakértő szerint az alacsony bérek és a kevés munkahely jelenség oka. Rohamosan nő az influenza-szerű megbetegedések száma Tolna megyében, ezért a szekszárdi Balassa János kórházban teljes körű látogatási tilalom lépett életbe. Bonyhádon pénteken vezetik be a tiltást. A Nemzeti Népegészségügyi Központ figyelőszolgálatában résztvevő orvosok jelzései alapján az országban 2020. január 27 és február 2 között 30 ezer fő, az előző hetinél 72%-kal több beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. 100 ezer lakos közül 307 fő kereste föl az orvosát influenzás panaszok miatt. Egy hét alatt az orvoshoz fordulók száma Tolna megyében több mint négyszeresére emelkedett, ezért a Balassa János kórházban teljes látogatási tilalmat rendeltek el. A járvány erősen terjedőben van, ilyenkor kell a kórházba bent fekvő betegek védelmében a látogatási tilalmat elrendelni. Most is itt tartunk egyébként. A megfigyelt adatok és a hozzánk eljutatott adatok rohamosan terjedő influenza járványról tájékoztatnak. A látogatási tilalom ellenére a bentfekvőkkel szükség esetén a kapcsolattartásra megoldásokat dolgozott ki a kórház. A kritikus állapotban levő, vagy nagyon súlyos állapotban levő betegeknél nyilván az emberiességi szempontokat muszáj figyelembe venni. Ilyen esetekre, hogyha az osztály vagy az osztályos orvos kezdeményezi, akkor itt nálunk az igazgatáson az orvos igazgató adhat engedélyt arra, hogy betegekhez egy-egy hozzátartozó a megfelelő szabályok és védőfelszerelés viselésével rövidebb időre bemehessen. A látogatási tilalom idején azokat a vizsgálatokat, melyek halaszthatóak, vagy a berendelt betegeken az influenza tünetei jelentkeznek, később végzik el. A tilalom kiterjed a Bonyhádi kórházra is. Barca Zsoltnak, a Bonyhádi kórház igazgatójának tájékoztatása szerint a Völgységi Városban péntektől vezetik be a látogatási tilalmat. Mindkét intézményen a tilalom visszavonásig van életben. Egyetlen gyermekpszichiáter dolgozik csak Tolna megyében, pedig rengeteg az olyan eset, amikor gyerekeknek lenne szükségük ilyen szakemberek segítségére, ezt mondja a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ vezetője. A Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke szerint a gyermekpszichiáterek hiánya országos jelenség, amiért főként az alacsony bérek, a fogadó kórházak felkészületlensége és az álláshelyek hiánya a felelős. Nagyon agresszívan viselkedett az adott oktatási nevelési intézményben. A különösen agresszív vagy önmagukat fizikailag megsértő gyerekek esetében mindenképpen szükség lenne gyermekpszichiáterre. Ezt mondja a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ vezetője. Az itt dolgozók napi szinten találkoznak ilyen esetekkel, csak hogy mivel Tolna megyében összesen egy gyermekpszichiáter van, akár hónapokat is kell várniuk, mire egy-egy fiatalt orvoshoz tudnak juttatni. Vagy még rosszabb esetben akár több száz kilométerre tudnak csak neki időpontot foglalni. Súlyos hiányosságok vannak a rendszerben, és az egyik pont, tehát az ellátórendszerben, és az egyik pont az, hogy hát gyermekpszichiátriai ellátás nincs itt Tolna megyébe. Ugye maga egy gyermekpszichiáter van, de hogyha gyermekpszichiátriai osztályt nézünk, akkor ugye az nincs, hogyha bármi kivizsgálásra van szüksége egy Tolna megyei gyermeknek, akkor az a szegedi, vagy pedig a pécsi klinikára tud bekerülni.
A gyermekpszichiáterek hiánya nem csak Tolna megyére jellemző, hiány van belőlük az ország minden részén. A legnagyobb gondok Tolna mellett Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Komárom-Esztergom megyékben vannak. A Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke szerint azért van ilyen kevés, kifejezetten gyerekeket kezelő szakember, mert a kórházak egyszerűen nincsenek felkészülve arra, hogy az egyetemről kijövő gyerekpszichiátereket foglalkoztatni tudják. Pontos lenne a rezidens helyek számának a növelése, hogy több fiatal tudja választani szakmájának, aki szeretné a gyerekpszichiátriát. A következő lépés pedig, hogy szükségesek országosan elegendő munkahely, ahol el tudnak helyezkedni, tehát a gyerekpszichiátriának a fejlesztése is szükséges országosan. Emellett komoly gondot jelent az alacsony fizetés is. Nem ritka, hogy egy frissen végzett gyermekpszichiáter azonnal külföldön kezd el dolgozni. Én még mindig azért kapok nem pályám elején, hanem közepén levő gyerekpszichiáterként rendszeresen az e-mailemre megkereséseket a világ más részéről, hát egész más fizetésekkel és kondíciókkal, mint ami itthon adódik. Az országban egyébként összesen 46 praktizáló gyermekpszichiáter dolgozik. Tovább egyszerűsödött a katás vállalkozók adóbevallása. Idén február 25-éig kell elküldeniük a 19 kata nevű nyomtatványt a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Ezt viszont az idei évtől már az úgynevezett online nyomtatványkitöltő alkalmazással is megtehetik. Így az adóhatóság szerint egyszerűbb és gyorsabb a kitöltés, sőt még külön program sem kell hozzá. A katások jelentős része mindössze 3 adat megadásával online teljesítheti a tavalyi évről szóló elszámolást. A webes alkalmazás használatához nincs szükség külön segédprogramra, ugyanakkor a korábbi nyomtatvány kitöltő, az ANK valamennyi funkcióját biztosítja. Sok kárt okozott az elmúlt napok extrém szeles időjárása Tolna megyében. Volt, ahol éppen haladó autóra szakadtak ágak, máshol pedig autót lökött teherautónak az orkán erejű szél, de a Bonyhádi Kórház épületében is keletkeztek károk. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen időjárás idején közlekedik, fogadjon meg néhány egyszerű, de hasznos tanácsot. Óriási fa dőlt a Bonyhádi Kórház épületére, a nagy erejű szél csavarta ki, a képeket a helyi önkéntes tűzoltók készítették, ugyanúgy, mint ahogy ezeket is. Ezen a fotón az látszik, hogy a szintén Bonyhádi béketéren éjszaka kellett egy nagy fát legaljazniuk a tűzoltóknak, mert a szél többször nekifújta az ágait a villanyvezetéknek, félő volt, hogy le is szakítja. Ezeken a másik felvételeken pedig az látható, hogy hidason egyéb közlekedő autóra zuhantak faágak, csak a szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg. Rengeteg munkát adott a tűzoltóknak az elmúlt napok szokatlanul szeles viharos időjárása, de nem csak nekik, a rendőröknek is volt dolguk. Ezek a fotók pedig a 65-ös úton készültek, itt is a szél okozott gondot. A személyautó sofőrje épp előzni akarta a teherautót, amikor egy hatalmas lökés nekivágta a platófalának. Mindketten az árokban kötöttek ki, senki nem sérült meg. A rendőrség szóvivője szerint az extrém erős széllökések idején érdemes betartani néhány egyszerű közlekedési szabályt. Ilyenkor érdemes a sebességünket úgy megválasztani, hogy biztonságosan tudjunk közlekedni. Nem mindegy, hogy egy egytonnás vagy egy több tonnás járművel közlekedünk, hiszen egy könnyebb autóban sokkal könnyebben bele tud kapni a szél. Érdemes előzésnél nagyobb távolságot tartani a mellettünk levő autótól, mert a szél, mint ahogy meg is történt, nekicsaphatja a kocsinkat a másik autónak. A nagyobb méretű járművek mellett úgy haladjunk el, hogy szintén csökkentsük a sebességet, hiszen azoknak a széllökése olyan erejű lehet, ami szintén balesetet okozhat. Az extrém időjárási körülmények között, és nem feltétlenül csak a széllökésről, hanem a nagyobb erejű esőről, illetve nagyobb mennyiségű csapadékról is szó van itt, szintén fontos, hogy olyan műszaki felszereltségű járművel közlekedjünk, amelyek segíthetnek bennünket abban, hogy biztonságosan hazaérjünk. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban nyugodtabb időjárás érkezik, de vasárnaptól újra visszatérhetnek a viharos széllökések országszerte.
Fiatal mezőgazdászoknak tartott előadást a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársa Szekszádon a Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnáziumban. A rendhagyó előadás során a hallgatóság tagjai arról tudhattak meg fontos információkat, hogy miként szabad és érdemes mezőgazdasági munkagépekkel használni az utakat. Az interaktív programon az érdeklődő gazdák hallhattak arról is, hogy milyen kötelezettségek terhelik őket a közúti közlekedés során, például az, hogy az úttestről le kell takarítani a felhordott sarat. 950 millió forintból bővíti a lakosság sportolási lehetőségeit idén a kormány. A kerékpározás népszerűsítéséért elindítják az országos Bringa Park programot, a futás és a sziklamászás feltételeinek további javítása érdekében pedig folytatódik a tavaly elindított országos futópálya építési program és a vasalt utak program. A Bringa Parkok és a futókörök építésére a kormány 400-400 millió forint, a vasalt utak kialakítására pedig 150 millió forint visszanemtérítendő támogatást biztosít. Az első két programban az önkormányzatok által elnyerhető támogatás mértéke 50%, a vasaltutak esetében pedig 100%. Egyre több vidéki, jellemzően falusi családi ház cserél gazdát, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal jelentéséből. A használt lakás piac forgalmának több mint a felét a családi házak adták tavaly, ezen belül pedig kizárólag a községekben eladott ingatlanok aránya nőtt. A családi házak iránti érdeklődést mutatja az is, hogy míg a teljes lakáspiaci forgalom csökkent, a községekben 8,1%-os növekedés látható. Szakértők szerint a falusi házak népszerűsége csak részben köszönhető a csoknak, sokkal nagyobb szerepe van annak, hogy a városokban extrém módon nőttek az ingatlanárak. Kerekasztal beszélgetésre és reggelire hívta a városban működő vállalkozások vezetőit Tolna polgármestere és alpolgármestere. A helyi költségvetés közel harmada a cégek adóiból folyik be az önkormányzat kasszájába, ezért kezdeményezte a város vezetése a rendhagyó kötetlen beszélgetést. A városban helyi adót fizető és az ott lakókat foglalkoztató cégek vezetőit hívta meg Tolna polgármestere és alpolgármestere az első alkalommal megszervezett kerekasztal beszélgetésre. Tolnán az önkormányzat költségvetése tavaly közel 1,5 milliárd forint volt, ebből több mint 460 millió a városban működő cégek adójából folyt be. De nem csak ezért fontosak a helyi cégek az önkormányzatnak, hanem mert rengeteg Tolnán élő embernek adnak munkát. Az önkormányzatnál ezért igyekeznek olyan fejlesztéseket végezni a városban, ami még élhetőbbé teszik a települést. Tavaly évben nyertünk egy több mint 450 millió forintot új bölcsőde építésére. Ez is egy több százmilliós projekt. Jövőre, illetve ebben az évben még nem lesz meg a bölcsőde, mert ugye ez egy zöldmezős beruházás, és itt nyilván a tervezés, kivitelező kiválasztása, engedélyeztetése, ami egy hosszabb idő még előttünk áll, de én remélem, hogy minél előbb be tudjuk fejezni azt is. Az egyik legnagyobb foglalkoztató a Tolnatex BT. 290 alkalmazottjuknak 90%-a helyi vagy a környező településekről jár be Tolnára dolgozni. A cég vezetője azt mondja, Tolnán olyan gazdasági környezetet teremtett a helyi önkormányzat, amiben könnyen tudnak növekedni. Segítségnyújtásban, amiben csak tudnak, segítenek nekünk, hogy itt elsősorban különböző épületek építésével kapcsolatban, engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban van kapcsolatunk az önkormányzattal, és eddig minden támogatást megkaptunk az ő részükről. A vállalkozói kerekasztalból talán hagyományt akarnak teremteni, mert mint mondták, így kötetlenebb formában tudnak arról egyeztetni, hogy milyen fejlesztéseket tervez az önkormányzat, és hogy azok mennyire illeszkednek a helyi cégek elképzeléseihez. A félvilágot beutazó helyi festő Lafferton László munkáiból nyílt kiállítás Bonyhádon a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A 2006-ban 57 évesen elhunyt alkotóról most egykori tanára, a Babits Mihály és Prima díjas festő Kovács Ferenc emlékezett meg. Azt mondta, Lafferton László olyan alkotó volt, aki semmitől és senkitől nem félt, biztosan örömmel és felszabadultan alkotott. Az emlékkiállítás február végéig látogatható. Tehetség volt, és hát kár, hogy nem folytatta utána, de azért mi kapcsolatunk megvolt, alkotgatott is, és akkor meg akarta nekem köszönni 2006-ban, hogy hát én valamikor elvittem Németországba nemzetközi művésztelepre, és beültünk az autójába, Szicílián kötöttünk ki, Szicíliába, Taorminába, ott is alkottunk. Baranya és Somogy megyék híreivel folytatjuk.
Ellopták vagyontárgyait, majd megölték az idős asszonyt, új eljárásban tárgyalják a két férfi ügyét. Rossz helyen keresik a segítséget, a hitelkárosultakat segítenék a Pécsi Társaság tagjai. Kapcsolatépítés a Kodály Zoltán gimnáziumban, Pécsre érkezett a spanyol nagykövet. Korábban már elítélték azt a két férfit, akik kiraboltak és megöltek egy idős asszonyt, valamint azt a nőt, aki nem nyújtott segítséget a sértetnek. Most új eljárásban vizsgálják az ügyet a pécsi törvényszéken. Az ügyészség szerint megállapítható, hogy az első és másodrendű vádlottak nyereségvágyból különös kegyetlenséggel követték el az emberölést, ezért letöltendő fegyházbüntetést és vagyonelkobzást indítványoztak. Új eljárásban tárgyalják a pécsi törvényszéken annak a két férfinak és egy nőnek az ügyét, akik megloptak, majd megöltek egy idős nőt. A vád szerint az elsőrendű vádlott vállalkozóként lakásfelújításban nyújtott szolgáltatásokat a sértetnek, így tudomást szerzett a 82 éves hölgy vagyontárgyairól. 2014. júniusában szólt erről társának, akivel felmentek a nő lakására. Ingóságait a másodrendű vádlott eltulajdonította, majd elhagyta a helyszínt. A későbbi harmadrendű vádlott nő vette észre, hogy a lakás bejárati ajtaja résnyire nyitva volt, ezért bement. Benéztem a kis szobába, ami a bejárati ajtóval szemben van. Az Irénke néni ott ült az ajtó mellett balra is nyögött. Sérülést nem láttam rajta, de olyan volt, mintha rosszul lett volna. Rossz érzésem támadt, félelemféle, felpillantottam, és az ablaknál láttam egy férfi alakot egy pillanatra. Ült vagy guggolt, ezt pontosan nem tudom. Megijedtem, majd elfutottam. A vád szerint a férfi az elsőrendű vádlott, aki egy henger alakú tárgyal ütötte fejbe az idős nőt. A helyszíni szemlén megállapították, hogy emellett szúrt sebek is beborították az áldozat arcát. Azt nem tudni, mikor vagy hogyan kerültek oda, az ügyészség szerint azonban az kijelenthető, hogy az ölési szándék mindkét vádlott tekintetében kialakult. Semmilyen adat nem áll arra rendelkezésre, hogy elsőrendű vádlott azt mondta volna másodrendű vádlottnak, hogy ne öld meg a sértettet, és ugyanígy igaz a tétet fordítva is, semmilyen adat nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy másodrendű vádlott mondta volna elsőrendű vádlottnak, hogy ne ölje meg a sértettet. Az ügyészség szerint helytálló az alapeljárásban megállapított tényállás, miszerint nyereségvágyból különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntetében vádolták a két férfit. Tudták azt, hogy a sértett 81 éves, időskorú, és az ő sérelmére sokkal könnyebben meg tudják valósítani a bűncselekményt. Ketten vannak, eszközzel felfegyverkezve, és nyilvánvaló egy potenciális áldozatként tekintettek rá. Az ügyészség az első és másodrendű vádlott tekintetében letöltendő fegyházbüntetést és vagyonelkobzást, míg a harmadrendű vádlott tekintetében pénzbüntetést indítványozott. A pécsi törvényszék néhány nap múlva hirdeti ki ítéletét. Hamis információk alapján próbál meg segítséget kapni sok hitelkárosult, mondták a devizahiteleseket segítő pécsi társaság tagjai. Fórumot is tartottak a Baranyai megyeszékhelyen. Hiába adnak ingyenes tanácsot a károsult társaknak, sokan mégis bedőlnek a mindenféle valós alapot nélkülözőknek, panaszolták. Még tavaly beszéltek stúdiónkban a devizahitelesek jelenlegi helyzetéről vendégeink. Fekete Kálmán és Néma József ezután még fórumot is tartott a hitelkárosultakkal. Azt mondják, tapasztalatuk szerint nem mindig jó helyen keresik a segítséget az érintettek, példa erre a legnépszerűbb netes közösségi oldal. Rengeteg önmagát devizahiteles, különböző neveken bejegyzett devizahiteles megmentő csoportok tesznek közzé teljesen téves, félrevezető, rossz információkat, jogi megfogalmazásban olyan dolgokat tesznek fel, amik félrevezetik, és még csak súlyosbítják a helyzetet. Pedig megfelelő lépésekkel lehet eredményeket elérni, mondja Néma József. Egyik esetben sikerült egy olyan egyességi ajánlatot kötni, hogy a közel 90 milliós követelést azt leengedték a 6 millió 700-ra, de úgy, hogy a megállapodás szerint ugye 1 milliót vállalta kedves ügyfél befizet egy összegbe, 5 millió 700 ezer forintot, 16 évi kamatmentes részletre kapta. Ezzel az egyességgel 4,5 millió forintot nyert ez a károsult, mondja a szakértő, aki ingyen segít. Ennek ellenére sokan rossz tanácsok alapján próbálják megoldani az ügyeiket. Nem egy olyan eset volt, hogy 4-5 év múlva visszajöttek hozzánk ügyfelek, akik már eddig sok pénzt elköltöttek a különböző téves tanácsadásokra, és akkor
panaszkodtak, hogy nagy baj van, végrehajtásra került a dolog, és akkor segítsünk. Hát ez nem a legszerencsésebb. Tehát nekem az a véleményem, hogy jó volna, hogyha maguk az adósok is tényleg komolyan vennék a dolgokat. Ezért alapítottak saját pertársaságot, illetve nyújtanak segítséget. Ezért pedig nem kérnek pénzt, amit sokan nem értenek, mondja a szakértő. A pécsi Kodály Zoltán gimnáziumba érkezett szerdán a spanyol nagykövet. A látogatás célja a kapcsolatok elmélyítése, hiszen az iskolában már régóta zajlik spanyol két tannyelvű oktatás. A nagykövet elmondta, külön öröm számára, hogy mostantól az általános iskolákban is első nyelvként választható a spanyol, mint idegen nyelv. A pécsi Kodály Zoltán gimnáziumban vendégeskedett Spanyolország nagykövete. Anunciada Fernández de Córdoba különösen örül annak, hogy az intézményben évek óta spanyol két tanítási nyelvű oktatás zajlik. A diplomata szerint anyanyelve mára az egyik legnépszerűbb idegen nyelv lett, amit hamarosan a magyar iskolások is megtapasztalhatnak. A nagykövet asszonystábunknak azt mondta, a mai egy különleges nap, hiszen a magyar kormány nemrég engedélyezte, hogy az általános iskolások első nyelvként választhassák a spanyolt. Úgy vélem, ez egy nagy előrelépés, nem csak az oktatásban, hanem Magyarország és Spanyolország kapcsolatainak fejlődésében is. A Kodály Zoltán gimnázium már régóta jó kapcsolatban áll a spanyol nagykövetséggel. Az intézményben már több diplomata is tett látogatást. Ez az esemény jó alkalom volt arra, hogy a diákok megismerkedjenek a spanyol királyság képviselőivel, és élőben is hallhassák a nyelvet. A gyerekeknek óriási lehetőségük van a spanyol nyelv használatára, hiszen a kínai és az angol nyelv után a legtöbb beszélő spanyol anyanyelvű, és óriási lehetőségek állnak előttük a továbbtanulás és később a munkaerő piaci elhelyezkedés tekintetében is a spanyol nyelvvel. A rendezvény célja, hogy mindinkább népszerűsítsék a spanyol nyelvet. A pécsi iskolában komoly hagyományai vannak a spanyol két tanítás nyelvű oktatásnak, de remélik hamarosan Magyarország számos területén követik majd a példát. A baranyai gazdaság tavalyi évét értékelte a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A gazdasági önkormányzat vezetői kiemelték, hogy javultak a megyei szereplők közti együttműködések, így a kamara, az egyetem, a város, valamint a megyei közigazgatás közötti összefogás új lehetőséget biztosíthat a baranyai gazdaság fejlődésében. Szóba kerültek az idei feladatok is. Én úgy gondolom, hogy egyik legfontosabb most az iparfejlesztési programnak a sikeres végmenedzselése, azban lévő közösségi aktivitások, egyetemi önkormányzati kamarai aktivitásoknak a programozott végigvitele és a vállalkozói vállalati fejlesztéseknek a segítése elsősorban forráshoz jutás terén. Erre lehet ráfűzni minden további olyan aktivitást, ami egészen ugye a kamarai hivatal kollégáinak szakmai tudására támaszkodik, rengeteg szolgáltatást, menedzsmentet, egyebeket segítenek a vállalkozások számára, és sejtésem szerint kialakul most egy olyan projekt, ami egy regionális stratégia, a gazdaságfejlesztési stratégia kialakítást célozza, ennek valószínű vezetőre az egyetem lesz. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Influenza járvány, látogatási tilalom van a szekszárdi kórházban. Vállalkozói reggeli, a városban működő cégekkel egyeztettek Tolna vezetői. Szélvihar, komoly károkat okozott az extrém időjárás. Kevés a gyermekpszichiáter, a szakértő szerint az alacsony bérek és a kevés munkahelye jelenség oka. Pénteken még élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet, de estére már mérséklődik a légmozgás. Napsütéses hajnalban fagypont körüli, majd délután az évszakos átlagnál kissé melegebb idő lesz jellemző. Friss hírekkel legközelebb, pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!